1,1 millió forintot javítsuk, illetve javasoljuk a költségvetésnek, hogy a 2022-es évi költségvetés terhére kerüljön ez elkülönítésre. Ez egyébként az alárendelő. Bomba Gábor a Szekszárdi Közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának ilyen Szekszárd által delegált elnöke azt javasolja, hogy a közgyűlés bizottságai között osszák szét azt a 47 millió forintot, amit a Tolnai megyeszékhelyre tervezett új háziorvosi rendelő kivitelezésére szánt a város. Így a bizottságok saját kiadásaira szánt mostani 50 millió forintos keret 95 millió forintra nőtt volna. Bomba Gábor azzal érvelt, hogy a rendelőre szánt pénz úgysem kerülne idén felhasználásra. A gazdasági bizottság kormánypárti és külsős tagjai azonban nem értettek vele egyet. Kérdésre a hivatal munkatársa megerősítette, hogy ez nem lenne most szerencsés. Annak ellenére, hogy kivitelezésre idén nem kerül sor, nem lenne jó, hogyha ehhez a költségvetési összeghez hozzányúlnánk. Ezért nem támogattuk ezt az elvonást. Az ügy előzménye, hogy a megyei jogú városban 2021-re rendkívüli feszes költségvetést fogadtak el a járványügyi helyzetre való tekintettel. A költségvetés takarékos tervezése miatt csökkent a bizottsági keretek szabadon felhasználható összege is. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kormánypárti és külsős tagjai szerint viszont egy már egyenesben levő alapegészségügyi beruházás megvalósulását nem lehet kockáztatni. A bizottság döntése végül is az lett a javaslatomra, hogy először várjuk meg azt, hogy a városnak a költségvetése hogy áll, kapjunk egy tiszta képet, és akkor tudunk arról dönteni, hogy milyen forrásokat hova kívánunk átcsoportosítani. Ez azt jelenti, hogy a Szekszárdi Közgyűlés nem tárgyalja ezt a napirendi pontot a következő ülésen, egészen addig, míg ki nem derül pontosan, mekkora forrás áll a város rendelkezésére idén.